Sziasztok! Nem tudom, ti kiket követtek Twitteren, nyilván először is engem, de Kelemen Lajost mindenképpen érdemes, mert hogy rendszeresen olyan tudományos vonatkozású érdekességeket oszt meg, amelyek tök jók. Igaz, a Twitter azonosítóját soha nem fogom megbocsátani. Soha. Pár napja megosztott egy teljesen ártalmatlannak tűnő infografikát az IoT-ről, vagyis az Internet of Things-ről, vagyis a dolgok internetéről. Ez ideig tiszta sor, kismillió ilyen anyaggal lehet találkozni, sőt, lassan már az Internet of Things-el kapcsolatos tájékoztató anyagokra is rá lehetne engedni egy Big Data elemző algoritmus. Ez a mostani is csak a szokásos dolgokat veszi elő. Kezdetben volt a számítógépek internete, majd ezt követte a 2000-es évek második felétől az emberek internete, és most szépen lassan ránk köszön a dolgok internetének korszaka. Egyre több eszközben találhatók ugyanis mindenféle szenzorok, amelyek adatokat gyűjtenek mindenről. De lassan tényleg mindenről. 2020-ig például úgy becsülik, hogy több mint 26 milliárd kütyű megy majd online, ha pedig az ezeknek a szenzoraiból származó gigantikus adatmennyiséget összegyűjtjük és elemezzük, vagyis nem mi, hanem azok az algoritmusok, amiket megtanítunk arra, hogy elemezzék őket. Akkor bizony teljesen új utak nyílnak meg, olyan frontokon is felpörög majd az innováció, amelyekről ma még csak álmodni kezdünk, és akkor végül beköszönt egy kényelmesebb, élhetőbb és boldogabb világ. Vagy nem. A csúcsra járatott digitalizáció különböző mellékhatásairól és veszélyeiről rengeteg podcast adásunk szólt már, a demokrácia bedőlésétől a kiberbiztonságon át, rengeteg mindenről beszélgettünk már meghívott szakértőkkel. Mondjuk, habcit lassan ki kéne nyírni. Mármint a podcastek borítóképéből, csak nekem nincs szívem megtenni. Kéne valaki, aki csinál egy új podcast borítóképet, valaki, akinek nincsen szíve. Na de vissza a dolgok internete infografikához. Ebben is ugyanazok a dolgok jelennek meg, mint lényegében az összes hasonló anyagban. Hálózatba kapcsolt ház, autó, tehén, egészségügy, ellátóláncok és kereskedelem. Tehén? Igen, a hálózatba kapcsolt okos tehén egy létező dolog, és van is benne ráció. Ott van például a holland Connecterra cégrendszere, amelyel egyszerre akár több ezer tehenet is lehet monitorozni. Minden állaton külön egység található, amely információt ad az adott egyet helyzetéről, mozgásáról, testőmérsékletéről, meg még egy sor dologról. Mindezekből következtetni lehet arra, hogy a tehén eszik-e, kérődzik-e rendesen. Hát elnyeriska, kérődzölte rendesen? Milyen egészségi állapotban van, és akár arra is, hogy mikor jön el az optimális ideje a termékenyítésnek. Márpedig a vemhesülés hatékonysága szempontjából nem mindegy, hogy mikor veszi elő az ember az inszemináló kesztyűt, vagy vezeti elő a bikát. Az is fontos, hogy a bejövő adatokat nem csak tárolja a rendszer, meg jelez, hogyha valami kiugró érték van, hanem ahogy gyűlnek folyamatosan az adatok, egyre sokasodnak, úgy tanulni is képes belőlük, így pedig egyre pontosabbá válnak az előrejelzései. A Connecterra megoldása nem csak valamiféle kuriózum kocka farmerek számára, egyre több cég foglalkozik azzal, hogy digitalizálja a szarvasmarha ágazatot. Ott van például az írországi Mukkal, és ha már termékenyítésnél tartunk, ők egy egész jó haszonállat Tinderrel álltak elő. Ha a bika jobbra húz, akkor a gazda telefonja pittyek, hogy megvolt a meccs. De a cég egy másik kütyüje azt is elő tudja jelezni, hogy mikor jön majd a borjúáldás. Ehhez a szenzor tartalmazó egységet a vemhes állat farkára erősítik. Nem, ez a tehén farkára megy, és ott is marad. Téma lezárva. Persze szenzorok nem csak az állat nyakára, bokájára vagy farkára rakhatók, akár a bendőbe is be lehet juttatni, hogy ott aztán folyamatosan monitorozzák a testőmérsékletet és a kémhatást. Oké, most lehet mondani, hogy szegény boci, de inkább nem rakok be képet arról, hogy milyen más módokon lehet még vizsgálni a bendőt. Másrészt ez egy kb. Ekkora kapszula, úgyhogy nem sok bendő tartalmaz zavar. Ráadásul a folyamatosan mért paraméterek alapján a rendszer azonnal jelezni tud, ha valami gond van az állattal, így pedig az állatorvosi segítség sem fog késlekedni. Ez pedig azért tehén jóléti szempontból sem egy utolsó dolog. Tudom, az lenne az ideális, ha minden családnak lenne egy darab tehene, ami boldogan legelészik egész nap a vége láthatatlan mezőkön, este pedig ad friss tejcsit, az élete végén pedig finom sztéket és hamburgerfasírtot. A valóság ezzel szemben az, hogy
ez nagyon nem így működik. De ha már nagy üzemben tartunk állatokat, miért ne javíthatnánk az életminőségükön éppen informatikai eszközökkel? Elkerülhetetlen, hogy az okos alkalmazások és megoldások ugyanúgy teret hódítsanak maguknak a mezőgazdaságban, mint mondjuk az ipar bármelyik területén. Ez persze nem jelenti azt, hogy a felkészült jó szakemberek nélkülözhetővé fognak válni, sőt, rájuk mindig is szükség lesz. Meg tehenekre is. Ha tetszett ez a videó, lájkoljátok, ha pedig várjátok a következőt, akkor iratkozzatok fel a csatornámra, ha pedig véleményétek, megjegyzésetek van, akkor várom odalent kommentben. Sziasztok!